Az ortélies időjárás miatt a hagyományoktól eltérően a művészetek házában emlékeztek meg a gödöllőiek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A Petőfi szobornál a koszorúzást követően a havas eső ellenére a már hagyományos lovas felvonás zárta az ünnepi eseményeket. A nemzeti ünnephez kapcsolódóan harmadik alkalommal rendezték meg az 1848 méteres emlékfutást március 11-én Szadán. A rendezvény díszvendégével dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval ebben az évben is több mint 100-an futották végig a közel 2 kilométeres távot.